Sok szeretettel üdvözlök minden kedves testvérünket és minden érdeklődőt. Ez alkalommal is az Úr elé készülünk, imádkozunk, igét olvasunk, és hisszük, hogy hasznos, áldásos lesz ez az idő, amit együtt fogunk tölteni. Ez alkalommal egy régi történetről fogunk beszélni, mégpedig arról, amikor a népnek sikerült rávenni Áron papot, hogy csináljon nekik Istent. Így van ugye itt a szövegben, hogy Istent, és hát erről fogunk beszélgetni, de felolvasom a Mózes második könyvéből, a 32. részből az első 6 versszakot, és ez alapján fogunk beszélgetni, ha az Úr megsegít bennünket, majd folytatjuk a másik felét az igének egy más alkalommal. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki, jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik, szedjétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és lányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjú szobrot öntött. Ekkor azt mondták, ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égáldozatokat áldoztak, és béke áldozatokat mutattak be. Aztán leült a nép enni, és inni, és mulatozni, ami a héber szöveg szerint szexuális élvezetekben részt venni. Pont. Hát erről van szó. Mintha mai történet lenne, hiszen az emberek nagyon nagy hatással vannak egymásra, és odáig hatnak, hogy az egyedül élő igaz Istentől elpártoljanak valami emberi kezekkel csinált Istenhez, és hogy azt imádják. Hogyan is jut el az ember, hogy aranyborjút készítsen, bálványt imádjon? Az első kérdés ugye itt az igében, hogy a nép azt látta, hogy Mózes késik a hegyről leszállni, hogy nem jön, és a kérdés az, hogy vajon miért volt Mózes a hegyen. Azért, mert Mózes világosan látta, és az Úrtól kapott kijelentést, hogy Izrael népének Isten törvényére van szüksége, különben el fog tűnni Izrael népe is a népek süllyesztőjébe, mint ahogy a többi pusztába élő pogány népekkel ez megtörtént. És azt is tudta Mózes, hogy nem emberi törvényekre van szükség, hiszen az ember törvényeit áthágják, és nem tudja megtartani az Isten félelmébe, Isten szeretetébe, és az élő Istenbe való hitben. Tehát nem emberek által megfogalmazott törvényre, kitalált törvényre van szükség, hanem arra a törvényre, amit maga az élő Isten ad, és
azért ad, mert azt látja jónak és hasznosnak az Egyiptomból az ígéret földjére menő népnek. Isten törvénye az építő törvény, betartható törvény, és mindenkinek, az egész népnek a javára van, jóvoltára van. A törvényt mindig Istentől kell elvenni, akkor örök érvényű lesz, és nem csak átmeneti szabályok lesznek. A mikorunkban a népek törvényei változnak, a rendeletek változnak, minden... A jogászok panaszkodnak az egyetemen, hogy mire megtanulják, és vizsgázni mennek, akkorra már más módosulnak a törvények. És hogy a törvényt Istentől kell elvenni, és Mózes ezért ment fel a hegyre, és járult az Úr elé, az élő Isten közösségébe jutott. Az ő színe előtt volt és imádkozott. Ugye ilyenkor rögtön megkérdezzük, hogy mi hogyan oldjuk meg a problémáinkat. Isten színe elé járulunk, vagy embereknek panaszkodunk, vagy pedig nem is akarjuk, hogy Isten szerint oldódjanak meg a dolgaink, a problémáink. Isten maga írta fel Mózesnek a kőtáblákra az ő igéjét, az ő szabát, a törvényt, és ez egy csodálatos törvény. Több ezer éve, majdnem 6000 éve, hogy Isten ezt a törvényt Mózes kezébe adta, és fölírta a kőtáblákra, és ez a törvény nem avult el. A mai társadalmak, modern keresztény társadalmak alapja is az erkölcsi alapja, a törvényi alapja, a 10 parancsolat alapján van. Ne ölj, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, ne csald meg a feleségedet, szeresd az Istenedet, ne kívánd a fele barátodét. Olyan egyszerű törvény ez, amit mindenki be tud tartani, ha megvan a szívébe az Istenfélelem, az Isten iránti engedelmesség. Testvérem, megkérdezhetem, hogy kinek a törvényei szerint élsz? E világ törvénye szerint, a haverok törvénye szerint, vagy a szokások, a hagyományok törvénye szerint, vagy a hitetlen világ pogányok törvénye szerint? Fontos a számodra Isten törvénye, mert Mózesnek ez volt a legfontosabb. Ezért 40 nap nem evett, nem ivott, ott állt Isten színe előtt, mert a népnek szüksége volt arra, hogy törvénye legyen, hiszen olyan volt Izrael népe, mint a pásztor nélküli juh, olvastam, hogy mint egy csürhe, nem voltak igazán törvényeik. Én ezt nem mondanám Isten népére, de ez biztos, hogy a legnagyobb, ahhoz, hogy a nép lehessen, megmaradhasson, ahhoz szüksége volt az Isten törvényére. Mózes ott fönt volt és imádkozott, visszavonult, mert imádkozó ember volt, és óriási világosságban élt, mert Isten színe előtt imádkozott. Nem betanult mondókákat mondott, nem csupán vallásos szövegeket mormolt, hanem Isten színe előtt volt, és ezért hatalmas világosságban, az igazi, valódi Isten világosságban élő ember. Az imádkozó embernek rálátása van a nehézségekre, az eseményekre, a tennivalókra, mert világosságban járhat. Vajon mi jellemzi az imádkozó embert? Milyen áldásokban részesül az imádkozó ember? Hát megerősödik a hitben, az Istenben való hitben, a bizalomban, az Isten iránti bizalomban, tiszta lelki hallása lesz, tiszta látása lesz,
határozott lesz az Isten követésben, hűséges lesz, nem lehet lebeszélni és eltéríteni az élő Isten közösségétől. Ez volt a baj, hogy Izrael népét el lehet téríteni, el lehetett, és Áront is, a papot is el lehet téríteni. Mózes Áronra bízta a nép vezetését, a lelki és fizikai megtartatását, védelmét. Áron nem volt olyan imádkozó ember, mint Mózes. Legfeljebb néha a Szent Sátorban liturgia szerinti imádságokat imádkozta el. Kifelő élő ember volt. Az imádságtalan életre jellemzők voltak rá is, jellemzők a formalitás. Testvérem, te formális keresztjén vagy, vagy Krisztus követő. Itt milyen dolgok kerültek felszínre, míg Mózes távol volt a néptől? A hűtlenség, a hitetlenség, a hálátlanság, a türelmetlenség, a láthatókban bizakodás, Isten félelem és a hit hiánya. Hosszan kellett várakozni Mózes visszatérésére, és ezt ők nem bírták megvárni. Nem Isten félelmébe várták Mózest, pedig hallották a hegyen Isten, hegyről az Isten szavát, látták is a tűzben való jelenlétét, de a 40 napos várakozás nagyon nyilvánvaló dolgokat hozott a felszínre. És ilyenkor az ember azon gondolkodik, hogy vajon tudok-e várni az Úr ígéretére, az ígéret beteljesedésére. Nem könnyű várni, és néha késedelmesnek gondolják az Úr ígéretét, de az Úr nem késik. Az Úr tudja, hogy mikor, minek van a helye, és mi a legjobb az ember számára, és itt szükség volt arra, hogy előjöjjön az a rejtett bálványokhoz való ragaszkodás, ami ott volt Izrael népének az életébe, sok ember életébe, és az Úr meg akarta tisztítani a népet, ahogy meg is cselekedte. És amikor az Úr várat bennünket, mi gondoljuk, hogy várat, ő sose várat, hanem idejébe megadja, vajon hűségesek vagyunk-e hozzá, hűségesek vagyunk-e azokhoz, akiket az Úr felhasznált a megtérésünkbe, felhasznált az Egyiptomból való szabadulásunkra. Az ember nagyon hűtlen ember, és ha emberekhez nem tudunk hűséges lenni, akkor Istenhez hogy lennénk hűségesek? Ezek az emberek nem tudtak Mózeshez hűséges lenni. Mózes a fáreói hatalmát adta föl azért, hogy vállalta Isten népével való együtt nyomorgást, azért, hogy Izrael népe megszabaduljon, és hogy Izrael népe pedig nem volt hűséges sem az Úrhoz, sem Mózeshoz. Én úgy gondolom, ha szeretjük az Urat, akkor elsősorban ez a hűségben nyilatkozik meg. Az Úr nagyon sokunkat meg fog ítélni a hűtlenségünkért, az Isten iránti hűtlenségünkért, és Isten szolgái iránti hűtlenségünkért. És ugye, vajon hűségesek vagyunk-e a közösséghez, akikkel együtt hívott ki az Úr bennünket Egyiptomból, a bűneinkből, akikkel közösen állított szolgálatba és hívott el a szolgálatra. Megmaradunk-e az élő Isten mellett, aki lélek és nem test?
és nagyon testiesen gondolkozott Izrael népe. Ezt innen is látjuk, hogy oltárt építettek, aztán ünnepeltek, és utána pedig mulatoztak a pogány szokás szerint. A ma kereszténysége vajon hogy is van ezzel? Úgy gondolja, hogy Krisztus nem fog visszajönni, hiszen már olyan régóta várják nemzedékről nemzedékre. Vajon Krisztus visszavárása milyen a személyes életünkben? A hosszú várakozással sok minden történt a kereszténységgel 2000 év alatt. Pozitív és negatív események. Nagyon emlékezetes a számomra ebben a kapcsolatban a 10 szűz példázata, amit Jézus mondott el, és tulajdonképpen erre a várakozásra mutat rá, hogy van-e olaj a lámpásunkba, megmaradtunk-e a Szentlélek Istennel való közösségbe, mert ha igen, akkor az Atyával és a Fiúval is van közösségünk, vagy pedig fellazult a Krisztus követésünk, vallásossággá alakult át, ma olyan vértelen a kereszténység. A Krisztus keresztjéről olyan keveset beszélnek, és áldozatáról, pedig az ő áldozatáért van üdvösségünk, örök életünk, vagy pedig törvényeskedő hívőkké váltunk. A táborozó Izraelt magára hagyatottság érzése fogta el. Eddig ugye úgy volt, hogy Mózes tanácsolta őket, útba igazította őket, Áron pedig neki is ezt kellett volna, de úgy látszik, hogy Áron alkalmatlan volt erre a szolgálatra. Az alkalmatlan emberekre bízzuk magunkat, akik elválasztanak Istentől, és visszavezetnek az egyiptomi nyomorúságba. Vajon hogy is állunk mi? Van nekünk is ilyen magára hagyatottságú emberi érzésünk, vagy pedig ragaszkodunk az Úrhoz? A hitben járásnak ez a lényege, hogy nem az érzelmeink, hanem a hit az, ami alapján megragadjuk Jézust. Minden lehetséges a hívőknek. És itt még valami van, amit én úgy látok az igében, hogy Mózes nélkül nem érezték magukat biztonságba. Pedig Mózes a szükségeshez képest gyakran szigorú kezű és szigorú szavú vezető volt, aki ellen sokszor zúgolódtak azok, akik szerették volna a lájtos életet. Minden nehéz helyzetbe az Úr elé állt Mózes, és mindig kapott az Úrtól megoldást. Ezt sokszor átélték az emberek, és éppen ezért a távol léte egy ilyen magára hagyatottságú emberi érzést adott, hogy miért? Mert nem volt közvetlen kapcsolatuk az élő Istennel. És valakitől várták ezt a kapcsolatot. Mózesnek a vezető sorsú emberek sorsa volt az övé, mert az emberek inkább féltek tőle, mint szerették volna. És nagyon sokszor így vagyunk a lelki vezetőinkkel, hogy nincs meg a közvetlen kapcsolatunk, és ezért nagyon távol kerülünk a vele való közösségtől. Mégis Mózes jelenléte ennek ellenére nyugodtságot adott az ismeretlen jövő felé vándorló népnek. Amiről itt még én gondoltam, hogy beszéljünk, hogy az érzéseik megcsalták őket, ugye? Arra a kérdésre keressük a választ, hogy Izrael népe hogy
jutott el idáig, hogy aranyborjút csináltatott. Az érzéseik csalták meg őket. Az volt az érzésük, hogy Mózes eltűnt, cserbe hagyta őket. Erre utal ez a becsmérlő kijelentés. Nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, olvassuk. A hamis gondolkodás, ha beférkőzik az ember gondolataiba, akkor nagyon rossz befolyás alá kerül. Mások befolyása alá. És ha ez a hamis gondolkodás urrá lesz, az igaztalan gondolkodás, akkor megingad bennünket Isten törvényébe, rendeletébe is. Nagyon érdemes megvizsgálni az ige alapján, a felolvasott ige alapján, hogy mi zajlik bennünk és körülöttünk a várakozás idején. Ami Urunk Jézus Krisztus mennybe ment, és miután véghez vitte a megváltást, onnan fog eljönni értünk. Vajon sóvárgunk Krisztus visszajövetele után? Még ma hirdetjük az evangéliumot, hogy amíg tart a kegyelmi idő, hogy addig sokan megtérjenek. A ma embere is türelmetlen, nem szeret várni. Ha késik a busz vagy a villamos, akkor már kiborulunk. Vajon az Úr kegyelmi idejét kihasználjuk, és áldjuk őt, és magasztaljuk azért, hogy ő az ígérete szerint fog értünk eljönni. Örömmel várjuk az Urat. Vagy pedig az életünk elhajol a bálványok felé. Az anyagi világ, anyagi dolgai fontosak lesznek. A karrierünkért mindent megteszünk. Vannak házi, apró és nagy bálványaink, akik közénk és Isten közé állnak. Áronnak igen nagy vétke és bűne volt, hogy hagyta, és a nép akarata szerint, mások akarata szerint cselekedett. És majd gondolom, hogy a következő alkalommal majd fogjuk folytatni ezt a részt. Most csak arról beszéltem, ami odáig juttatta Áront és a népet, hogy Istent váltson az élő igaz Isten helyett, egy kézzel csinált bálványt imádott, és teljesen eltorzult az Isten tiszteletük. A mai kereszténység is nagyon sok mindenben eltorzul, tisztelet a kivételnek, amikor is a bálványok kerülnek előtérbe, és nem Isten igéje, nem Isten törvénye. És meg tudjuk magyarázni, ki tudjuk magyarázni, el tudjuk mondani. Ez nagyon nagy baj volt Áron életére, mert az egész népet bűnbe vitte, és nagyon sok ember ezek után meghalt, és az Isten ítélete utolérte. Könyörüljön rajtunk az Úr, mert ő áldást készített mindnyájunknak. Hirdetném még azt, hogy vasárnaponként 10 órakor ima közösség és úrvacsorai közösség, 10:30-kor istentisztelet, mely alkalomra mindenki szeretettel várunk. Gyermekistentiszteletet tartunk vasárnap délelőtt 10 órakor, valamint tinidzsereknek tartunk istentiszteletet vasárnap délelőtt, illetve 12 órától 12:30-ig egy rövid együttlét, amelyre szeretettel várjuk a tinidzserkorú fiúkat és lányokat. A Pax TV-ben pedig minden szombaton este 20 órakor kezdődik az evangelizációs szolgálatunk,
szeretettel a figyelmetekbe ajánljuk. Az Úr áldjon meg benneteket.